hogyha egyáltalán lehet mondani, hogy van szabadidőm. Rajzolok, olvasok, vagy sportolok, tehát futás, lovaglás, minden jöhet. Na, udvarra, hogy akkor most lovagolunk egy jót. Egészen kicsi koromtól kezdve lovagolok. Óvis voltam, amikor elmentem egy lovastáborba. Ott szerettem meg igazán a lovakat. Ez az van, nagyon jó. Jobb, mint tegnap. Ügyes voltál. Köszi. Karesz, otthon vár, mehetünk. Karesz, szív! Mind a ketten gondozzuk. Szív! Valamikor én viszem le sétálni, valamikor anya, és ugyanígy van az etetésnél. Tamtam, kérsz egy almát? Aha. Karesz, légy siess. Én is sietek. Ahogy sikerül, úgy megyek be a zenéskolába, és benn vagyok zállásig, az 8-9-ig. Én javasoltam Blankának, hogy jelentkezzen a virtuózokba, mert én már ezt megtapasztaltam, és szerintem nagyon jó dolog is, és azt akartam, hogy ő is kipróbálja. Na, jó leszel! Jó napot kívánok! Hát szia, így kell megérkezni a színpadra. Mosolyogva, csinosan, gyönyörűen. Akkor már csak egy nevet kérnénk szépen. Tudlanka vagyok. Mit fogsz nekünk játszani? Wilhelm Poptól játszom egy darabot, a címe Orosz cigánydal. És hány éves vagy? 12 éves vagyok. Szuper. Örömmel hallgatjuk a zenédet. Hogy állunk? Jól, szerintem jól. Nóri? Nagyon. Na és az a többi tantárgy? Nincsenek hiányosságok, azt mondhatnám, hogy én vagyok az abszolút büszke anyuka. Komoly virtuózitás, nagyon szimpatikus egyéniség, együtt lélegzés a zenével, szép hang. Mit mondjak még? Csupa jó. Játékos, így van. Átadom a szót nektek. Tényleg, nagyon temperamentumos, és kimered adni magadból, és ez nagyon-nagyon szimpatikus. Sem tudom, hogy nem a szerkesztőktől nem lehet-e kölcsön kérni még egy hegedűt, nincs sem. Lenne, odaadnám. Nagyon-nagyon ügyes vagy. Nagyon ügyes vagy. Köszönöm szépen. Ez jó, jár. Hát ennél nagyobb pozitív. Igen, hát, hogy a hegedűben megérdemelne, akkor ez szerintem jó lesz. Megyek elé. Szerintem ide rajzoljunk egy hegedűt neki. Mm. Hogy fúvó lehet. Igen. Készült meg.